Sziasztok! Íme ez a máltai utazásunknak a második része. Hogyha nem láttátok az elsőt, talán érdemes azzal kezdeni, viszont hogyha csak erre vártatok, akkor kezdjük is el! Ez a timelapse, amit most láthattatok, ez is a hotelnek a partjáról készült. Csodálatos, meg konkrétan innen lehet a naplementét nézni. Vagy már beraktam, vagy majd látni fogjátok, egy ilyen ugrálós, pörgős, roninessel készült, gyönyörűen stabilizált felvételt. Ezt láttam ki, és majd ebből lesz az új open air, tehát az ilyen kis párperces bevezető, amit mindig láttok a videó elején. Hol vagyunk mi helyileg? Café Már. Gozo vagy mi az a... Nem tudom sosem, hogy kell kiejteni. Valettától egy kicsikét felfele van a St. Paul's Bay. Mi itt szálltunk meg, de ha ti nem is errefele vagytok, mindenféleképpen gyertek be, és gyertek el a Café Már nevű helyre. Az benne a nagyon durva, hogy tök ingyen be lehet jönni, vagy éppen amit fogyasztasz, tehát nincs extra belépő. Bugiba! Megvan, bugibába vagyok. És hát amit láthattatok, egy ennyire brutál infinity pool van itt, és nekem ez az álom tényleg, hogy naplemente, tengert látod, és egy óriás, egy gyönyörű nagy medence itt fent a... hát egy ilyen kis hegyszikla valamilyen. Megérkeztünk Sliemába, ahol egyből egy Skytech nutritionos és rubintrékás plakát fogadott minket. Eddig jó rondának tűnik, de állítólag azt mondtad, hogy van egy jó... Van egy gyönyörű szép promenádja a túloldalt, ez egy ilyen kis pálmafás rész. Itt, ahol most vagyunk, ez inkább az ilyen kora este záró, évfél egyfele záró parti helyek. Ilyen jó éttermek, van egy nagyon különleges magyar étterem, most fogunk elmenni mellette magyar kajákkal. És tényleg oda van írva, Hungarian Restaurant. Margaret Island a neve. Na de inkább a jobbakat fedezzük fel. Így van, így van. Első állomásunk a Brew Bar, ahol egy mandarinos ipát fogunk megkóstolni. Most milyen sört iszunk? Kérlek szépen titeket, egy dupla IPA-t iszunk. De menjünk bele a szakmai részébe, az a lényeg, ahonnan vettük az IPA-t, ők mindent házira csinálnak, hatalmas nagy sörkészítő üzem van a bár közepén. Ami a különlegessége az, hogy amit itt iszol sört, ami itt készült, annak lehet érezni, hogy ez nem járt meg nagy utat a célhordóba. Ez igazából egy nagyon friss, ropogós sör, ez 3 nappal ezelőtt még bőven csapra se volt verve, hanem még akkor melegen jött ki a lepárlóból, az erjesztőből. Úgyhogy ez egészségetekre, ez egy jó sör. Ennyi csapra lett verve nemrég. Ropogós, ropogós, ropogós. Nézzétek, mibe csöppentünk, ha bárki emlékszik a Budapest parádéra, ez kb. Olyan, csak máltai kivitelben ilyen furcsa állatkákkal. Mindezt iPhone-nal vettem fel egy sétálgatáson. Nézzétek meg, most amúgy meg egy Note 9-ben mondom fel. Imádom ott ülni, lazulni. Most jött el a nap, amit szerintem a legjobban vártam az egész nyaraláson, konkrétan az, hogy megyünk a Blue Lagoonhoz. Ez Málta nagy szigetéhez képest van 2 kisebb sziget, van Gozo, ami azért nagy, és van Comino, aminek a egyik kis részét hívják Blue Lagoonnak, azt hiszem 1 vagy 2 ember lakik rajta, és mindenhol ilyen gyönyörű, kristálykék, átlátszó a víz, és a legdurvább, hogy megyünk oda, itt látjátok, valamelyikektől közül lesz a mi csónakunk, ugyanis ezek self-driving botok, tehát jogsi nélkül is lehet vezetni, hát mi ezt bevállaljuk, megvan a drón, megvan minden, kimenni a tengerre csak mi ketten. Kicsit hullámos ma a tenger. Hogy tetszenek a hullámok, Kata? Hát remélem nem ugyanolyan lesz a csónak a hullámban, mint a jet ski. Hát szerinted milyen? Hogy néz ki? Hát én félek, hogy így csapkodni fog végig. Az jó lesz. Nem. Katának meg nektek gyorsan elmagyarázzuk mi, hogy van, hát ez egy kormány. Előre megáll, hátra. És most előrébe van egy picit, hogyha... így. Szóval nyomnunk kell bármit? Nem kell nyomnod. Ez a Szent Péter szigete, és mindjárt mi fog látszani? Ott van... Ha Cominóra készültök, és mondjuk 2-en vagy többen vagytok, akkor megérdemes egy ilyen saját kis hajót bérelni. Persze, ha nem féltek attól, hogy mi történik veletek a nyílt tengeren, ugyanis így nem vagytok kötve semmilyen ilyen cruise-hoz, vagy szervezett utazáshoz, mert azok a nagy hajók mindig ilyen 1-2 órát állnak meg, valahol megvan, hogy mit csinálhatsz, rengeteg ember van, és amúgy az is ilyen fejenként 20-30 euróba kerül, ez összesen kerül egy ilyen 150-200 euróba, szerintem sokkal jobban megéri, ahhoz képest, hogy milyen élményt tudsz kapni útközben, ahonnan mi vagyunk St. Paul's Bayből, rengeteg még kis sziget, szikla, barlang van, ahol meg lehet állni, nézelődni. Az egyedüli kérdés az az, hogy hogyan szerzünk majd kaját. Állítólag vannak egy ilyen kis kajásbódék magán Comino szigetén, és meg nincs messze Gozo, ami ugye a nagyobb sziget Málta után, ahol nyilván a parton van néhány étterem. Thank you. Okay, I'm getting a beer. How much is it? 350, please. 350. Ide hajóztak, és lehet kapni sört, meg fagyit. Nem tudom, nézd meg. Kár, hogy nincsen más kaja. De ez tök jó. Élvezem. Itt jönnek a hajóhoz. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogy megnéztétek mind a 2 részt. Ugyanúgy az utolsó nap viharos időszakából zárom ezt a vlogot. Tudjátok, ha nem vagytok feliratkozva, mindenféleképpen tegyétek meg. Csengőt is, aki még nem nyomta be, nyomja be. Instagramon is találkozhatunk, így a következő héten újra folytatásban. Nem maradtok le róla. Sziasztok!